A Mindenki Akadémiája színpadán Asbóth János, fizikus. Szeretettel köszöntök mindenkit. Mindig is érdekelt, hogyan működik a világ. Amikor 9 éves voltam, és nagybátyám elmagyarázta, hogyan forr föl a víz, akkor tudtam, hogy fizikusnak kell lennem. Ez így is történt, 15 éve vagyok kutatófizikus. Hello! Hello! A négy testvére közül húgával, Cilivel találkozik éppen Asbóth János fizikus. Nagy családban nőtt fel, fontosak a testvéri kapcsolatai. Hogy játszottam lással? Hát... meglátjuk. A legtöbbet a húgommal találkozom, akivel most is találkoztam. Tehát részben átfed a baráti körünk is, járunk együtt néha kocsmakvízre, filmklubra. Elméleti fizikusként szabad idejében szívesen foglalkozik inkább művészettel. Több éve szervez filmklubokat. A filmklubban azt szeretem, hogy ott össze lehet hozni embereket, és együtt élünk meg valamit, amiről aztán rögtön adódik az, hogy beszélgessünk is. Akár a filmről, akár kapcsolódó témákról. Pályaválasztását egy régi képregénynek köszönheti. A vicces, kedves történetek az elemi részecskék világába vezették be az iskolásokat. Gyerekként engem nagyon megfogott, annyira, hogy amikor a gimnáziumi felvételi beszélgetésen 13 évesen megkérdezték tőlem, hogy megkérdezte a tanár, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor mondtam, hogy kísérleti részecske fizikus. Tanulmányai után valóban fizikus lett. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárd Testfizikai és Optikai Intézet tudományos főmunkatársa. Szakmája és hobbija mellett társadalmi munkába is szívesen fektet energiát. A Bátor Tábor önkénteseként több nyári gyermektáborban is részt vett, mint segítő. Ez egy élményterápiás, rekreációs tábor olyan gyerekeknek, akik valamilyen súlyos betegségen estek át, vagy vannak benne, és a gyógyulási folyamat részeként ott megtapasztalják, hogy nem mindentől óvnunk kell magunkat, hanem vannak olyan kihívások, amikkel bátran szembe tudunk nézni, és le is tudjuk győzni őket. Asbóth János annak idején az ifjú fizikusok nemzetközi versenyén elért első helyezésének köszönhetően került be az egyetemre. Dolgozott gyakornokként a világ legnagyobb részecske fizikai laboratóriumában, a CERN-ben. 2011-ben a Magyar Tudomány kategória Junior Prima díjazottja lett. Két részecske között lehet valamilyen törékeny, finom kapcsolat, ami akkor is megmarad, bármilyen messze vannak is. A mai előadásban erről a kapcsolatról fogok beszélni, arról, hogy mi is az a kvantumos összefonódás. Asbóth János a fizika egyik legbonyolultabb, egyben legizgalmasabb területének, a kvantummechanikának a szakértője. Szakterületének megértéséhez először is azt kell tisztázni, hogy mi is az a kvantum. A kvantum szó azt jelenti, hogy adag, és hogy a természetben bizonyos dolgok csak diszkrét adagokban jönnek, de a kvantum fizikának nem is ez az adagoltság a legfurcsább tulajdonsága, hanem az, hogy van a szuperpozíció is, az, hogy egy ilyen adag ott van, vagy nincs ott, az két egymást kizáró lehetőség, mégis valamilyen módon, mint hogyha a kettő egyszerre tudna megvalósulni, ezt hívják szuperpozíciónak. És ez a szuperpozíciót, hogyha nem egy, hanem két részecskére alkalmazom, akkor abból egy még különösebb, még nehezebben felfogható dolog jön ki, és ez az összefonódás. Ennél az optikai asztalnál magyarázza Domokos Péter fizikus, hogy miként próbálják az atomállapotát manipulálni ultrahideg állapotban, hogy ezután az egyik fotonból a másikba kvantumbiteket kódoljanak. Hol lesznek a kvantumbitek? A kvantumbitek azok majd egy vákumkamrában lesznek, mint amit itt látsz a képen. Az, ami itt van, az egyelőre csak arra szolgál, hogy a kvantumbiteket, azokat, amik atomok lesznek, atomok hordozzák, azokat megszelidítsük, és egyáltalán tudjunk rajtuk műveleteket végezni. Ha lesz kvantumszámítógép, ez a kódolóknak mindenképpen jó, mert őket a úgynevezett post-kvantum kódolás felé löki, hogy új algoritmusokat kell kitalálni, de jó lesz azoknak, akik nem feltétlenül hackelni akarnak, vagy feltörni biztonsági kódokat, hanem
új dolgokat kitalálni. Az egyik első alkalmazás, vagy problémák azok molekulák tervezésénél léphet fel a kvantumszámítógép. A kvantumszámítás technika alkalmazása forradalom lehet az internetes biztonsági rendszerek kódolásában, vagy akár az űrkommunikációban. Asbóth János azt mondja, ez a terület a természettudománynak egy nagyon nehezen érthető és nehezen bizonyítható elméleteken alapuló része. Elméleti fizikus vagyok, úgyhogy engem nem zavar az, hogy van itt úgy kell számolnom, hogy közben nem tudom, hogy a világra mennyiben alkalmazható tényleg vagy sem, de mi azt szoktuk mondani, hogy ha van egy olyan leírása a világnak, ami működik és szép, akkor abban nagyon szeretnénk hinni, és keressük annak a kísérleti bizonyítékait, hogy az tényleg úgy van. A Mindenki Akadémiája színpadán Asbóth János fizikus, és témája kvantumos összefonódás. Korai lecke a világ működéséről, amit életünk első évében meg kell tanuljunk, a tárgyállandóság. Hogyha valamit eltakarnak előlem, attól az még ott marad, hogyha az eltakarást ismét felmerik, akkor látni fogom. A kvantummechanika megalkotása akkor erre a kérdésre kellett, hogy visszatérjenek a fizikusok, és azt a kérdést tették fel, hogy mit csinál az elektron, amikor éppen nem látom. Az elektron természetesen mozoghat sokfelé, de most nem a mozgásáról lesz szó, hanem egy olyan tulajdonságáról, amit a fizikusok spinnek hívnak, pörgésnek, a saját tengely körül pörög, és ez a tengely, ez állhat bármilyen irányba. Ha a tengely állhat bármilyen irányba, akkor ezt valamilyen módon ki kell tudnunk mérni. A mérésnek az útját az első világháború utáni Németországban Stern és Gerlach fizikusok találták meg. Azt javasolták, hogy az elektront egy erős, inhomogén mágneses téren kell átvezetni, akkor ha az elektron tengelye a mágneses tér mentén áll, akkor az erős mágneses teret keresi, hogyha azzal ellentétesen, akkor a gyengét. Ha pedig valahol a kettő között, akkor esetleg pont merülegesen, akkor neki mindegy is, hogy mekkora mágneses tér, tovább halad egyenesen. Elektron helyett inkább ezüstatommal végezték el a kísérletet, ennek nincs töltése, így az ő pályát nem görbíti a mágneses tér, de ugyanúgy az ezüstatomnak, a legkülső elektronjának a spinje az, ami az effektusért felelős. Tehát azt várnánk, hogy ha egy ezüstatom nyalábot rábocsájtunk egy ilyen mágneses térre, ahol össze-vissza áll az elektronoknak a forgástengelye, akkor egy ernyőn felfogott elektronok, azok valamilyen folytonos eloszlásban jelennek meg, ez a klasszikus elvárás. Ehhez képest Stern és Gerlach kísérletében két foltot álltak csak az ernyőn, ami annak felel meg, hogy az elektronok választásra kényszerültek, az ő spinjük vagy a mágneses tér mentén mutat, vagy azzal ellentétesen. Tehát hiába próbáljuk megmérni az elektronnak a forgástengelyének az irányát, erre nem vagyunk képesek, csak egy olyan kérdést tudunk neki feltenni, hogy a te forgásod az adott tengely mentén van, vagy esetleg azzal ellentétes. Az, hogy ez valóban így van, azt egy gondolatkísérlettel lehet illusztrálni, ahol egymás után az egy Stern-Gerlach berendezésből kitérő elektronokat, kiérkező elektronokat, amiknek a spinje már tudjuk, hogy fölfele áll, mert ők fölfele haladtak el, azokat egy másik berendezésen eresztjük át, tehát egy másik kérdést teszünk fel nekik, vajon a te spined balra vagy jobbra áll, őket döntésre kényszerítjük, eltérülnek vagy balra vagy jobbra, és mondjuk a jobbra eltérülteket egy harmadik berendezésen engedjük át, ahol ismét azt a kérdést tesszük fel nekik, hogy a te spined fölfele áll vagy lefele, akkor erre a harmadik kérdésre 50-50%-uk fog fölfel vagy lefele eltérülni. Annak ellenére, hogy az összes elektron már valamikor korábban erre a kérdésre azt válaszolta, hogy az én spinem fölfele áll. Tehát valóban egy ilyen mérés, az nem csak lekérdezi a forgástengely beállását, hanem óhatatlanul meg is változtatja azt. Einsteint nem csak ez nyugtalanította, hogy itt van valamilyen egyfajta rejtett paraméter, ez a forgástengelynek az iránya, amit nem tudunk közvetlenül megmérni, hanem főleg az, hogy az elektronok látszólag spontán döntenek, ha az ő tengelyük a mágneses térre merőleges, akkor vagy fölfele, vagy lefele térülnek el. Márpedig az elektronnak nincs saját szabad akarata, hogy nem tud spontán módon dönteni, akkor hogy is van ez? Erre a kvantumfizikát felépítő pragmatikus fizikusok, köztük Bohr, azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy van, de ez nem is a mi feladatunk. Fizikusként elég, hogyha megmondom
leírom azt a szabályt, hogy mi történik egy ilyen mérés során, és az, hogy emögött mi van, az már legyen a filozófusok problémája. Einstein nem nyugodott bele ebbe a kérdésbe, és tovább gondolkodott azon, hogy vajon milyen következményei vannak ezeknek a spontán döntéseknek, illetve ez a rejtett változó, ez hogy jelenik meg. 1935-ben Podolsky és Rosen kollégáival egy gondolatkísérletet javasoltak, ahol azt mutatták meg, hogy ha van ez a rejtett változó, a spinnek a beállása, akkor ennek a segítségével két részecske között távirányítást lehet létrehozni. A kísérletben a két részecskét, ezeket most kékkel és pirossal jelöltem, elő kell készíteni gondosan. Az előkészítés abban áll, olyan állapotba hozzuk őket, hogy az ő spinjük ellentétes legyen, mégpedig ellentétes bármilyen tengely mentén mérve is. Nem nyilvánvaló, hogy ez egyáltalán lehetséges, de a kvantummechanika segítségével egy néhány soros számolásból ez jön ki, ez a kvantummechanika jóslata, hogyha a távirányító részecskén fölfele áll, akkor a távirányítottnak a spinje lefele kell álljon, ha a távirányító áll lefele, akkor a távirányított kell fölfele álljon. Ezt a két opciót kell egyszerre megjelenítenem egy kvantumos szuperpozícióban, egy mínusz relatív fázisra a kettő között, és akkor minden rendben lesz, jósolja a kvantummechanika. A két részecskét ezek után szétküldhetjük, például a távirányított Alice-ra a Földre, a távirányítottat pedig Bobhoz a Marsra. Ezek után Alice a Földön, a gondolatkísérletben elvégez egy mérést az ő kék részecskéjén, egy Stern-Gerlach berendezéssel döntésre kényszeríti az ő spinjét. Ez a döntés ez lehet függőleges tengely mentén, kérdezi meg tőle, hogy a testpinet fölfele áll-e, vagy lefele. Ha azt a választ kapja, hogy fölfele, akkor Bob részecskéje a Marson biztos, hogy lefele mutat a függőleges tengely mentén. Ha pedig azt kapja, hogy lefele, akkor Bob részecskéje biztos, hogy fölfele áll. Tehát ez a Földön a részecske által végzett spontán döntés, meg kell, hogy jelenjen azonnal a Marson is. De nem csak ez a spontán döntés van, hanem van Alice tudatos döntése is, hogy ő melyik forgástengelyt választja, függőleges tengely mentén kérdezi meg a spinbeállást, vagy vízszintes tengely mentén. Ha Alice vízszintes tengelyt választ a függőleges tengely helyett, akkor Bob részecskéjének a vízszintes tengely mentén lesz határozott beállása a függőleges tengely mentén helyett. Tehát Alice tengelyválasztása Bob részecskének valamilyen tulajdonságát azonnal megváltoztatja, márpedig ez az azonnal megváltoztatás ez nem fér össze a speciális relativitás elmélettel. Einstein eddigre már rég túl volt azon, hogy a valódi világban a hatások legfeljebb fénysebességgel tudnak terjedni. Itt pedig valamilyen furcsaság van, valamilyen kísérteties távolhatás. Ezt Einstein így nevezte el, németül azt mondta, Spukhafte Fernwirkung egy levelében, kísérteties távolhatás. Schrödingernek is felkeltette a figyelmét ez a jelenség. Ő ekkoriban frissen kapta el a Nobel-díját, 1933-ban a kvantummechanika elméleti alapjainak a megalkotásáért. És Einsteinnel élénk levelezésbe fogott, ennek a levelezésnek az egyik kimenetele az ő híres gondolatkísérlete Schrödingeré, amit ugyanebben az évben, 35-ben jelentetett meg, ez a Schrödinger macska. És ebben a levelezésben nevezte el Schrödinger ezt a titokzatos furcsa kapcsolatot, Verschränkungnak németül, amit angolra entanglementnek fordítottak le később, magyarra pedig összefonódásnak. Tehát van egyfajta kísérteties távolhatás, ami valamilyen furcsa összefüggést teremt két részecske között, de ez nincs nyílt ellentmondásban az általános relativitás elmélettel, nem tudunk üzeneteket továbbítani. Tehát végül is van egy rossz érzésünk azzal a kapcsolatban, hogy működik a kvantummechanika, de működik, úgyhogy az általános konszenzus az lett a fizikusok között, hogy a kvantummechanika működik, ne törődjünk a filozófiai problémákkal, hanem használjuk. Fogd be a szád és számolj, ezt így mondják tömören. És sokan számoltak a kvantummechanikával, köztük például Richard Feynman, 1965-ben kapott Nobel-díjat azért, hogy a kvantummechanikát használta olyan szituációkra, ahol a semmiből részecskék keletkeznek, tűnnek el, vagy John Bardeen, aki a fizikai alapjait teremtette meg a kvantummechanika technológiai felhasználásának, 1956-ban másokkal együtt kapta a Nobel-díjat a tranzisztor megalkotásáért, majd egy második Nobel-díjat kapott 1972-ben, a szupravezetés mikroszkopikus modellének megalkotásáért. A kvantummechanika működik, fogd be a szád és számolj, ez volt a fizikusok között a mondás. Kevesen foglalkoztak hobbiból az Einstein által felvetett kérdésekkel. Ezen kevesek között volt John Stuart Bell, északír fizikus,
aki egy magas presztízsű állást töltött be a CERN elméleti osztályán. Erről az állásáról ment egy éves szabadságra, a sabbaticalre, és ez alatt az idő alatt tért vissza Einstein, Podolsky és Rosen gondolatkísérletéhez, leült egy papírral, ceruzával, és áttervezte a kísérletet úgy, hogy számszerűen ki lehessen mérni ennek a furcsa, titokzatos kapcsolatnak a nyomait. Bell azt ismerte fel, hogy Alice döntése az valóban jó, hogyha Z és az X tengelyek között választ. Bob döntése azonban valamilyen átlós tengelyek között kell, hogy válasszon. Ezt itt most B-vel és B-vesszővel jelöltem. Azt mutatta meg Bell, hogyha Alice és Bob is kap sok ilyen előkészített részecskét, és ők véletlenszerűen választanak tengelyt, Alice az A vesző, Bob a B vesző tengelyek közül, elvégzik a kisméréseiket, vagy azt kapják, hogy plusz egy, vagyis a tengely mentén mutat a részecske spinnye, vagy mínusz egy a tengely ellentétesen. Így kapott plusz egy, mínusz egyes számok listáit összehasonlítják, és ebből statisztikai mérőszámokat hoznak ki. Akkor ezeknek a mérőszámoknak egy kombinációja, az mindig kisebb legyen egyenlő, mint kettőnél. Akkor, hogyha a mérések eredményeit valamilyen lokális változók előre kódolják, vagyis hogyha a józan ész, a lokális realizmus igaz. Ezzel szemben jó választás esetén a kvantummechanika segítségével azt a jóslatot lehet tenni, hogy ez a kombináció, ez 2,82 is lehet, vagyis kétszer gyök 2. Ezzel Bell Einstein, Podolsky és Rosen gondolatkísérletét behozta a fizikailag ellenőrizhető kísérletek sorába. 1964-től 20 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy az első igazán komoly kísérlet ellenőrizze Bell jóslatát. Ezt Alain Aspect hajtotta végre Párizsban. Nem elektronokat használt, vagy nem ezüstatomokat, hanem fotonokat, amiknek ugyan spinjük nincs, de van egy másik hasonló tulajdonságuk, ezt polarizációnak hívják. Tehát Aspect a laborjában keltett fotonpárokat küldött el, nem a Földre és a Marsra, hanem a labor egyik és másik végére, de elég gondos kísérletével meg tudta azt mutatni, hogy valóban itt sérül a Bell-egyenlőtlenség. Ez a kísérlet azonban nem zárta le a témát definitíve, bár a legtöbb fizikust meggyőzte, azonban akadtak szkeptikusok, akik azt mondták, hogy a labor egyik-másik vége az nincs egymástól elég távol, nem lehet kizárni azt, hogy még akkor is, hogyha véletlenszerűen próbálom megválasztani a bázisokat a méréshez, az egyik választásról a másik választáshoz eljuthat az információ. Ezt hívják úgy, hogy lokalitás kibúvó. Illetve az útközben elnyelődő fotonok, azok elrontják a statisztikának a hihetőségét, ezt hívják úgy, hogy statisztikus kibúvó. Úgyhogy a szkeptikusok meggyőzését azt a fizikusok célnak tekintették, és a beleegyenlőtlenség sértéseket kimérő kísérletek folytatódtak. 1997-ben Anton Zeilinger, a osztrák fizikának a kvantumfizikus popsztárja gyakorlatilag, végezte az első olyan kísérletet, ahol igazán meggyőzően minden kétséget kizáróan bezárta a lokalitás kibúvót, azonban ő is fotonokkal dolgozott, a statisztikus kibúvó még nyitva állt, ezt 2001-ben Vineland zárta be Coloradóban, aki csapdázott berillium ionokkal végezte a mérést. Ezért Vineland később meg is kapta a Nobel-díjat 2012-ben az egyedi kvantumrendszereken végzett úttörő kísérleteiért, ebből a szórásból az osztrákok bánatára Zeilinger kimaradt. Azonban a kérdés nyitva állt, hogy mit mutatna egy olyan kísérlet, ahol mindkét kibúvó egyszerre van kizárva, és ez a kérdés 2015-ben zárult le. Egy éles kísérleti versenyfutásnak a végén három különböző csoport, Hanzonék Delftben, Sámék Corradóban és Zeilingerék Bécsben mérték ki azt, hogy mindkét kibúvó együttes kizárásával is statisztikailag szignifikánsan sérül a Bell egyenlőtlenség, vagyis a természet nem lokális, van ez a fajta törékeny kapcsolat. Bell egyenlőtlenség sértéseknek a sorát Zeilinger a mai napig folytatja. Ő azt a kérdést teszi fel, hogy ha a bázisoknak a megválasztását Alice és Bob függetlenül véletlenszerűen csinálja is, azt nem zárhatjuk ki, hogy az ő véletlen szám generátoraikat valamikor valaki a múltban összehangolta. És ezt a múltbeli összehangolást, ez egyfajta összeesküvés elmélet, ezt kizárandó Zeilingerék 2016-os kísérletében Bécsben
Bécs belvárosában keltettek egy fotonpárt a Kvantumoptikai és Kvantuminformációs Intézetben. A pár egyik tagját elküldték a Bécsi Központi Bank egyik magas emeletére, a másik tagját elküldték egy bécsi egyetemnek egy magas emeletére. Ott volt Alíz és Bob, akik nem véletlenszerűen választottak bázist valamilyen véletlenszám generátor alapján, hanem egy-egy távcsövet irányítottak a tejútrendszer két távoli csillagára, és attól függően, hogy a távcső a következő foton, amit érzékel, az piros vagy kék színű, ennek a függvényében választotta Alíz az A vesszőbázist, illetve Bob a BB vesszőbázist. Vagyis ezt a véletlen döntést, ezt kihelyezte Zeilinger olyan távoli pontokra, hogy ha volt is valamikor a múltban valamilyen összeesküvés elméletnek gondolható összehangolása a távoli csillagoknak, ez legalább 600 évvel ezelőtt kellett, hogy történjen. Zeilinger máig folytatja a kísérleteket, és vissza akarja tolni ezt a múltbeli összehangolás időpontját az univerzum keletkezéséig. Tehát elfogadjuk azt, hogy van ez a rejtélyes kapcsolat, nem kell ettől eltekintenünk, hanem beemelhetjük a jól megismert, hitelesített tulajdonságok tárába. Mi van, hogyha ezt erre építünk, és ezt használjuk ki valamilyen számítási feladatok megoldására? Ezt a kérdést tette föl magának Peter Shor, aki matematikus az MIT-n, de matematikus hallgatóként a fizikát is felvette ilyen kedvelt tárgynak, és ő mutatta meg azt, hogy hogyan lehet a kvantumfizikának a furcsaságait kihasználva számítógépet tervezni, algoritmusokat tervezni, amik valódi feladatokat tudnak megoldani. Például azt a feladatot, hogy ha két nagy számot összeszorzok, abból lesz egy még nagyobb szám, ennek a még nagyobb számnak valaki más hogyan tudja megtalálni a prim osztóit, hogyan tudja visszafejteni, hogy milyen számokból szoroztam őt össze. A szorzás az nagyon gyorsan megy, azt általános iskolában is megtanuljuk, hogyan kell összeszorozni két nagy számot, de ez a visszafejtés az nagyon nehéz feladat, és ez fontos, ezen múlik a sok elterjedt kódolási eljárás, ami például az interneten végzett vásárlásainknál védi a személyes adatainkat. Shor azt mutatta meg, hogy ha valaha sikerül kvantum számítógépet építenünk, akkor ezek a kódolási eljárások ezek törhetővé válnak. Ez a Shor algoritmus, illetve egyéb kvantumos algoritmusok, ezek fellelkesítették a világ fizikusait, és nagy kihívásnak tekintjük, hogy hogyan lehet kvantum számítógépet építeni. Nem világos ma még, hogy mi lesz a jó hardware a kvantum számítógéphez. Egyik lehetséges út az az, hogy Vinelandhez hasonlóan csapdázott ionokat használunk, ezek a vákumban lebegnek két elektromosan töltött elektródak között, és ezeket lehet rezgetni, vagy ezeknek az elektronjait lehet gerjezgetni, és így lehet tárolni és manipulálni az információt. Másik lehetséges út, amit Ausztráliában követnek és dolgoznak ki, ez a szilíciumba ültetett foszfor atomoknak a magspinjét használjuk a kvantuminformáció tárolására, és ezt külső rádióhullámokkal lehet manipulálni, illetve beépített elektródák segítségével. Ezek még mind ígéretes utak, de pillanatnyilag úgy az akadémiai kutatók, mint az ipari szereplők úgy tűnik, hogy leginkább a szupravezető áramkörök mellett tették le a garast. Vagyis kicsit hasonlóan építsünk kvantum számítógépet, mint ahogy hagyományos számítógépet építünk, nyomtatott áramkörök segítségével, csak itt ezek az áramköröknek a fontos részei, azok szupravezetőkből kell, hogy álljanak. Itt a bal oldalon a Santa Barbarai Egyetemen épített kvantum számítógép prototípusnak a chipjét mutatom. Az egyetemi kutatócsoportot finanszírozza a Google, úgyhogy ők kettős affiliációval publikálnak. Az látszik, hogy van középen 9 kis kereszt, ez a 9 kis kereszt, ez a lelke a számítógépnek, ez a 9 kis kvantum bit, ahol szupravezető áram folyik az egyik vagy a másik irányba, vagy valamilyen hasonló módon tárolódik a kvantum információ. A jobb oldalon az egyik rivális csoport, az IBM-nek a Q csoportjának a kvantum számítógépe látható. Ők már 16 kvantumbitnél tartanak. A fényképen ez egyik korábbi modell látható, ahol 5 kvantumbit van, ez az 5 kis négyzet, ami ott van középen. Ami fontos, hogy az IBM-nél már egy négyzetrács mentén helyezik el ezeket a kvantumbiteket, és ez lényeges lépés, ez Alexei Kitaev ötlete volt 1997-ből. Kitaev azt mutatta meg, hogyha a kétállapotú kvantumrendszereket, a kvantumbiteket egy négyzetrácsba szervezzük, és a
négyzetrács pontjai között összefonódást tudunk kelteni, akkor ilyen módon meg lehet védni a kvantuminformációt a káros környezeti behatásoktól, és robusztus útat nyújt ez ahhoz, hogy kvantumszámítógépet építsünk. Ez a toplogikus kvantumszámítógép. Tehát Kitaev ötlete alapján úgy tűnik, hogy bármilyen hardveren is fog megvalósulni a kvantumszámítógép, az biztos, hogy az összefonódás az fontos eleme kell, hogy legyen. Láttuk azt, hogy az összefonódás, ami kezdetben egy filozófiai kuriózum volt, és amit úgy kellett kísérletileg vizsgálni a kísérleti fizikusok ellenállásával szemben, hogy kiderüljön, hogy ez valóban létezik és mérhető, ez hogyan lett ez a távoli kvantumbitek közötti kapcsolata modern technológiának, a kvantumtechnológiának az alapjává. Köszönöm a figyelmet! Mindenki akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is.